Jó lenne először azt definiálni, mi az a férfiasság. Mert azt hiszem, legtöbben nem tudjuk, miközben férfiasak akarunk lenni. De nem fogalmaztuk meg magunknak, csak ilyen érzéseink vannak. Ha valaki fiúnak született, abból férfias férfi a viselkedése által lesz. A férfiasság az viselkedés forma, az tartás. Egy férfias férfi öltönyhöz magas szárú zoknit visel, mert nem villogtatja a bokáját. Képesnek kell lenni arra a nők szemével nézve, hogy család fenntartó, család fő lehessen a férfi, és egyfajta biztonságra vágynak, akkor a nők ki tudnak teljesíteni a női szerepkörökben. Azt hiszem, ez a férfiak dolga a világban. A férfiak elpuhányosodtak. Feltalálták az informatikát, és ezáltal odaültették magukat a képernyő elé, és napi 6 órát ülnek. Az emberiségnek az a része, amelyik hajlandó gondolkodni, és ebben nagy részt férfiak is ott vannak, mindent kitalál, hogy kevesebb munkája legyen. Kevesebb fizikai munkája legyen. Tehát különböző szerkezeteket, gépeket, eszközöket talál föl, nagyon nagy szellemi erőfeszítéssel, hogy aztán ne kelljen munkát végeznie. Kerülgetjük a kását. A férfiakat férfivel az asszonyok szerelme teszi. Tehát önmagában a férfiasság definiálhatatlan dolog. Ez csak az asszonyokkal való összevetésben tudunk beszélni férfiasságról. A skót klánoknak mindegyiknek megvan ugye a maga kiütje, tehát a szoknyájuknak a szövés mintája. Van egy címere, és van egy címer mondata. Azt üzenem a fiúknak, hogy találják meg a címer mondatukat, és éljenek a szerint.